lányok és fiúk, egészen a 20. századig a szeretkezés két fő funkciója, a gyermeknemzés és az örömszerzés elválaszthatatlanul együtt járt. Aztán a 20. században történt valami. Megérkeztek a korszerű fogamzásgátló módszerek, és ezáltal ez a két funkció elkülöníthető volt egymástól. Én egyszer kiszámoltam, hogy egy átlagos magyar nő, aki 18 éves korában kezdi a szeretkezést, és hát 50 éves koráig csinálja, mert hát ez a nemzőképes időszak, úgy körülbelül 4000-szer szeretkezik. Hát az átlagos magyar nő sajnos csak két gyerekre vállalkozik, egy fogamzást úgy átlagosan 3 szeretkezéssel lehet elérni, tehát 2 fogamzást 6 szeretkezéssel, vagyis a 4000-ből 6 történik a gyereknemzésért, és 3994 az örömszerzésért. Ami hát mutatja, hogy ez a két dolog szinte gyökeresen külön vált. Kicsit ismételjük át a fogamzás biológiai alapjait. Ugye a petefészekben, a tüszőkben vannak a petesejtek, versengenek egymással, minden női ciklus során egy megérik, megreped, és a pete bekerül a pete vezeték oldalsó szájadékába. Itt 24 óráig életképes. És minden attól függ, hogy történik-e ebben az időszakban szeretkezés, vagy nem. Mert ha igen, akkor a hüvely hátsó boltozatába ondósejtek kerülnek, innen a méhnyakon keresztül bejutnak a méhüregbe, vagy innen a pete vezetékbe, ahol egy nagy versenyt vívnak, hiszen tudják, hogy a győztesé a petesejt. Az ondósejtek körülbelül 5 napig életképesek a női nemi szervben, innen adódik, hogy egy női ciklus során, ami átlagosan 29 nap, 6 napig képzelhető el teherbeesés, vagyis a termékeny időszak 6 napra esik. Miután megtörtént a fogamzás, két irányú folyamat történik. Az egyik, hogy elkezd vándorolni a magzatkezdemény a méh felé, hiszen az a helye majd a magzati fejlődésnek, ez körülbelül 7 napot vesz igénybe, míg elér a méhbe, közben elkezd osztolni. Ezt mi barázdálódásnak nevezzük. Eljut a méhbe, ott beágyazódik, ez is körülbelül egy hétig tart, és úgy lényegében a 14. nappal záródik le a magzati fejlődésnek ez a legkorábbi időszaka, és akkor indul be az igazi fejlődés, akkor alakul ki a 3 csiralemez, a főbb testformák és a legfontosabb szervek. És az a 14. nap az, amikor kimarad a havi vérzés. Jelezve, hogy megtörtént a nagy csoda, egy új élet. Kezdetben nagyon-nagyon fontos volt, hogy az asszonyok minél több gyereket szüljenek. Ezért is olvashatjuk a Bibliában, hogy Isten megteremtette az embert, megáldotta őket, és imigyen szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet. Ez azért volt nagyon fontos, mert abban az időszakban még rettentő nagy volt a halálozás. Az éhínség mindennapos volt. A fertőző betegségek tömegpusztítást végeztek, és hogyha az asszonyok nem szülték volna meg minden lehetséges magzatukat, ez 11 volt átlagosan, akkor kihalt volna az emberiség. Ez egészen addig volt nagyon fontos, amíg a
állattenyésztés és a földművelésnek köszönhetően létrejött egy termékfelesleg, mert ez volt az az első időszak, amikor sikerült egy kicsit kitolni a halálozási időszakát, és kicsit hosszabb ideig éltek az emberek. A születésszám változatlan volt, és ez volt az első népességrobbanás. Amikor olyan népességek jöttek létre, amelyek, hogy úgy mondom, túlnépesedtek. Nem fértek el azon a helyen, ahol korábban őseik éltek. Valószínűleg ez történt Mezopotámiában, amikor az első nagy ilyen szétrajzás következett be az emberiség életébe, és ez aztán később még többször megismétlődött. Amit tanultatok a történelem könyvekben, a népvándorlásokat, annak a hátterében mindig egy ilyen túlnép, majdnem mindig egy ilyen túlnépesedés állt. És ezzel szemben azért az emberek időnként tenni akartak. És ezért a fogamzás, termékenység korlátozása úgy elég hamar megjelent az emberi történelemben. És ez nagyon aktuális most is, mert az úgynevezett harmadik világban sikerült a halálozást ugyancsak kitolni, de a születések száma változatlan, nagyon sok gyerek születik, és ezért most is napirenden van a föld túlnépesedése. A harmadik világban olyan sok gyermek születik, hogy egyszerűen nincsenek meg azok a gazdasági feltételek, hogy el tudják őket tartani. Persze ennek a fogamzás korlátozásnak volt egy egyéni indoka is, hiszen korábban bűn volt a házasságon kívüli szexualitás. De azért előfordult. És a megesett lányoknak nagyon nehéz volt a társadalmi sorsa. Hát kirekesztették őket. A megesett lányok gyakran lettek öngyilkosak, lugot ittak meg egyebet, vagy az utcára szorultak prostituáltnak. És ezért az egyéni sors átka miatt is mindig megvolt az igény arra, hogy mit lehet tenni a nem kívánt terhességekkel. Ha történeti visszatekintésünket folytatjuk, azt hiszem, hogy az első igazi ilyen korlátozás, fogamzás korlátozás, születés korlátozás, az az önmegtartóztatás volt. Amikor rájöttek arra, hogy hát a szexuális élet következménye a gyerek, ha nem akartak gyereket, nem éltek szexuális életet. Ez például a magyar paraszti kultúrában általános volt, hogy elérték a kívánt gyerekszámot, és akkor a férj kiköltözött a hálószobából az istálóba, és attól kezdve hát nem nagyon ismerték egymást szexuálisan. Hát így persze akkor már gyerek se született. Volt ennél borzasztóbb hagyomány is, csak nem minden kultúrában, be kell vallanom nálunk is, hogyha nem kellett egy gyerek, főleg ha lány volt, akkor úgy mondták, hogy szögelték. Egy szöget szúrtak a nagykutacsába, és másnapra már halott volt. De azért a legelterjedtebb módszer a magzatelhajtás volt. Úgy mondták régen, hogy az angyalt csinál. Tehát ha bekövetkezett egy nem kívánt terhesség, akkor elhajtották. Hát ennek az abortusznak tulajdonképpen három nagy korszaka volt. Az első korszak, ami évszázadokon, talán évezredeken keresztül tartott, amikor tiltották. Vallási okokból, és a törvények tükrözték ezt a vallási elvárást, hogy ezt nem szabad csinálni. De azért csinálták. Csinálták borzasztó eszközökkel. Hát például a leggyakoribb az volt, hogy egy kötőtűt szúrtak föl a nő méhibe, hogy megsértsék a magzatot, illetve hogy megrepesszék a burkot. És akkor tulajdonképpen az elhalt magzat úgy elvetélődött magától. Borzasztó fájdalmak közepette, de még ez volt a kisebbik baj. Gyakori volt a fertőzés, vérmérgezés, gyakori volt a elvérzés, óriási áldozatokat követelt ez a nőktől. Éppen ez vezetett oda, hogy ebben a században, a demokratikus társadalmakban kiharcolták a nők az abortusz jogát. Mert úgy gondolták, hogy ha kórházban szakemberek végzik, akkor kisebb veszélyt jelent ez a női nemre. És ez igaz is. Az orvosok korábban ezt úgy végezték, mert be kellett jutni a mély üregbe, ahol a magzat volt, hogy a ményakot ki kellett tágítani. Ezt ilyen növekvő, vastagságú fénypálcikákkal csinálták, így hozzáfértek a magzathoz, egy ilyen harapófogóhoz hasonló eszközzel bementek, szétroncsolták a magzatot, elsősorban a koponyáját, mert az volt a legnagyobb, ezeket megpróbálták eltávolítani, majd egy úgynevezett küret kanállal, kaparó kanál, egy francia szó, azért is szokták régen az abortus küret, küretázsnak vagy küretnek nevezni, el kell távolítani a mély első és hátsó felületéről a magzat maradványokat, illetve a lepőt. Ugyanis amíg nem üres a mély, addig nem tud összehúzódni. Ha meg nem tud összehúzódni, akkor rettenetesen vérzik. A
akkor még el is vérezted. De egy másik gond, hogy ha esetleg fertőzés következik, akkor az a seppfelszín, ami a küret után, a kaparás után van, rettentő érzékeny, kialakulhat egy gyulladás, ez ráterjedhet az egész medencére, és ez például meddőséget okozhat. Meg előfordul sérülés is. De leggyakrabban Magyarországon az volt a gond, hogy amikor tágították a méhnyakot, akkor egyszer csak megrepett az az izomzat. És akkor egy következő terhességben, amit már akartak, nem tudta tartani ez a lefelé fordított zacskó a magzatot a méhben. És azért az kicsúszott. Ezért olyan sok Magyarországon a koraszületés, aminek aztán nagyon sok kedvezőtlen következménye van. Éppen ezért, hogy kevesebb legyen a szövődmény, módosítottak a módszeren. Most már nem fémpálcikával tágítják, hanem egy lamináriát helyeznek a méh nyakba. Ez egy növény, amely folyadékot szív magába, és akkor magától kitágul. És a kaparás helyett most átvette ennek a szerepét, a kitisztítás, a méh üreg kitisztítását, a kiszívás. Ez előrelépés, de azért meg kell mondani, hogy a terhesség megszakításnak most is vannak testi szövődményei. Hát már arról ne beszéljünk, hogy azért egy terhes asszonynak nem könnyű keresztül menni ezen a procedúrán, elveszejteni saját magzatát. Nyugati országokban már van egy harmadik korszak, a gyógyszeres terhesség megszakítás. Van két olyan gyógyszer, ami erre alkalmas. Az egyik a sárgatest hatását közömbösíti. Megbeszéltük, hogy a sárgatest készíti elő a méhnyálkahártyát, hogy be tudja fogadni a magzatot. Ha ezt a sárgatest hormont hatástalanítjuk, közömbösítjük, akkor a méhnyálkahártya nincs fölkészítve a mag befogadására. Olyan, mintha az aszfalton vetnénk el a buzamagot. Hát ott nem tud megteremni. A másik, hogy rettentő gyorsan osztódnak a magzat, a magzatban a sejtek, hiszen hát egy csodálatos fejlődésen mennek keresztül, ha a sejtosztódást gátoljuk, elhal a magzat. És akkor kell egy másik gyógyszert alkalmazni, ezek tabletták, ami összehúzza a méhet, tehát kiüríti. És ezért a kora terhesség gyógyszeresen 95-97%-ban megoldható. Nyugati országokban ezt alkalmazzák, én egy kicsit nem értem, hogy nálunk ez még miért nem került bevezetésre. Az abortusz egy rossz dolog, de itt a nők egészségéről van szó, és a nők egészségének a védelme megkövetelné ennek a legkorszerűbb módszernek az alkalmazását. Persze én reménykedek egy negyedik korszakban, hogy majd lesz egy olyan időszak, amikor nem lesz abortusz. Én a korszerű fogamzásgátlásról szeretnék beszélni. Itt három módszert érdemes elkülöníteni. A mechanikus módszereket, ahol mechanikusan megakadályozzuk, hogy az ondósejt találkozhasson a petesejttel. Tehát például a gumiobszer esetében, a hüvei pessarium esetében, és ilyen a meddővététel. Amikor az asszonynál lekötik a petevezetéket, vagy férfinál az ondó kivezetőt. Itt arról van szó, hogy ezek után persze nem találkozhat a két ivarsejt. A baj az, hogy ez egy végleges megoldás. A nyugati társadalmakon gyakran alkalmazzák. Miután elérték a kívánt gyerekszámot, általában a férfi kéri. A természetes módszerek, a következő csoport, ismerjük a nők termékeny időszakát, és ez alatt hát nem illik, nem szabad szeretkezni. A megszakított érintkezés, a fiú kihúzza, mielőtt jön az ondókilövelés, vagy a kimosakodás. Nem nagyon hatékony módszer, de régen csinálták, szeretkezés után a lányok bő vízzel kiöblítették a hüvelyüket, régen népszerű volt erre a szódás üveg is. Az ivarsejtekre ható módszerek, hát ilyenek azok a hüvelygolyók, amelyek elölik az ondósejteket. De ide sorolható a fogamzásgátló tabletta, hiszen végül is a pete termelődést akadályozza meg, és ide tettem én be a méhbe helyezhető fogamzásgátló eszközöket hozzátéve, hogy ennek több hatása van, és csak az egyik hat az ivarsejtekre. Amikor a fogamzásgátló módszerek értékét akarjuk véleményezni, akkor öt szempontot szoktunk figyelembe venni. Egy, legyen veszélytelen az egészségre. Hát ehhez nem kell magyarázat. Kettő, legyen biztos. Ezt mi úgy mérjük, hogy 100 házaspár közül, aki egy bizonyos módszert alkalmaz, hány esik teherbe egy év alatt. Most látjátok ezt a táblázatot, itt van rögtön a kimosakodás. Hát ezért mondtam, hogy ez nem szuper, mert 100 nő közül 40 teherbe esik. A megszakított érintkezés sem nagyon jó, 17. Hüvei pessarium 14. A természetes fogamzásgátlás 10. Gumiobszer, ha jó alkalmazzák, 3.
A mélybe helyezhető fogamzásgátló eszközök 1-3. A tabletta az majdnem ideális, kevesebb, mint egy. És hát ide sorolható a meddővététel is. A következő szempont, hogy legyen a használata egyszerű, hiszen hát az egy olyan helyzet, ahol nagyon bonyolult feladatokat nem nagyon tudnak megoldani, legyen olcsó, hát ezzel most sok gondunk van, és végül, hogy a abbahagyása után a fogamzó képesség álljon vissza. Hát említettem, hogy például a meddővé tételt ezért nem olyan nagyon szeretik az emberek, hiszen az egy végleges megoldás. Befejezésül három fontos szabályt szeretnék nektek elmondani a fogamzásgátlással kapcsolatban. És én azt remélem, hogy ti ezt meg is tanuljátok. Az első szabály, hogy minden módszer jobb a semminél. Magyarországon a lányok 1/3 váratlan körülmények között felkészületlenül veszíti el a szüzességet. Elmegy egy házi buliba, egy kicsit iszik, erőszakoskodnak vele, és már nem szüzen megy haza. Annak minden következményével. Ilyenkor, és ez a fiúknak szól, egy megszakított érintkezés megoldást jelenthet, hiszen a fiúk ne gondolják azt, hogy csak a lányok járhatnak pórul. Az az apasági, ami egy ilyen nem kívánt terhesség megtartásakor rájuk hárul, egy életre tönkreteheti az életüket. És az a megszakított érintkezés ugyan nem tökéletes, de azért sokkal jobb, mint a semmi. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a fogalmat. Amikor én fiatal voltam, akkor ezt Pesten úgy hívták, hogy kelemföldnéki szállás, vagy ceglédnéki szállás, mert mindig a fő pályaudvar előtti megállót szokás mondani. Ami hát nem is egy buta dolog. A következő szabály, hogy nincs mindenki számára egyetlen optimális módszer. Mindenkinek meg kell találni a neki legjobban megfelelőt, hogy milyen az egészségi állapota, milyen az életkora, milyen gyakran szeretkeznek, mert mondjuk, ha van egy pár, ahol a fiú katona, és hetente vagy havonta egyszer jön haza, hát akkor azért nem érdemes annak a lánynak minden nap mondjuk a fogamzásgátló tablettát szedni. És végül, minden módszert meg kell tanulni. Senki sem születik úgy, hogy tudná a fogamzásgátlás módszereit. És nekem az az érzésem, hogy az iskolában benneteket sok mindenre megtanítanak, de nem mindig arra, amely az élet szempontjából a legfontosabb. Én megtanultam a Pitagórasz tételt, szerencsém volt, mert az érettségén is azt húztam, de a későbbi életemben soha nem használtam. A fogamzásgátló módszerekre nem tanítottak meg, és volt is gondom emiatt. És én azt látom, mint orvos, hogy rengeteg fiatal élet megy tönkre, mert hogy ezekre a dolgokra nem tanítják meg. Hány lányra emlékszem, akinél bekövetkezik emiatt a nem kívánt terhesség, aztán jön egy gyulladás, aztán jön a meddőség, és egy életre elrontják a sorsát. Nagyon kérlek benneteket, ti ezeket is tanuljátok meg. Hiszen itt tényleg igaz a régi mondás. Ezt nem az iskolának, ezt magatoknak tanuljátok. A belly is a belly, don't be silly. Oh baby, sex is just a juice of belly. But a belly is a belly, skinny willy. A belly for your thrilly toy. Oh, it's a belly boy. I want a belly boy. A belly for your thrilly joy. Oh, use a belly boy.